A marokkói testvérpár Ryan és Sammy Mae útja Belgiumban kezdődött, és most a budapesti kaland a legújabb fejezet a pályafutásukban. A futball mindig is fontos része volt a családi életnek. Édesapánk is játszott, és bár sosem jutott magas szintre, a foci így is körülvett minket. Csak egy év van köztünk, így mindent együtt csináltunk. Gyakran egy csapatban játszottunk, mert én rendre az idősebbek között kaptam lehetőséget. Tehetségesebb nálam. Én csöndesebb voltam, és csak magamra koncentráltam. Inkább ő kapta a nagyobb figyelmet, így sosem mondták, hogy az árnyékomban lenne. Ez így teljesen rendben volt. Az együtt töltött gyerekkor és a Standard Liège Akadémiája után 2017-ben mindketten a maguk útjára indultak, hogy rendszeres játék lehetőséghez jussanak valahol Európában. Tudtuk, hogy a lehető legjobb pályafutás érdekében külön kell válnunk. Igazából sosem került szóba, hogy együtt maradunk, inkább mindketten megpróbáltunk élni a legjobb adódó lehetőséggel. Pontosan. Eljutottunk oda, hogy a pályafutásunk fontosabb a testvéri kapcsolatnál. Nem tudtuk, hogy játszunk-e majd valaha újra együtt. Az útjaink külön váltak, és szerintem jól döntöttünk, hogy nem ragaszkodtunk egymáshoz. Kétezer-huszonegyben aztán újra egy helyen találták magukat. Ryan a dániai és a ciprusi kalandok után csatlakozott bátyjához a magyar fővárosban. Ez jó döntésnek bizonyult, ugyanis tavaly bajnoki címet és kupát is nyert a Ferencvárossal, most pedig a klub története legjobb rajtját produkálta az Európa Ligában. Mintha sosem hagytuk volna el egymást. Sok időt töltünk egymás társaságában. Együtt edzünk, együtt játszunk a válogatottban, és együtt is élünk. Jó érzés, hogy itt van. Sokkal érettebb, mint amikor legutóbb együtt futballoztunk. Azt rögtön kiszúrtam, hogy rengeteget fejlődött a kapunak háttal. Az előző csapataiban hozzászokott a fizikális játékhoz. Minden állomás fontos tapasztalat volt a pályafutásában, és így most már sokkal komplettebb futballista. Emellett emberileg is kikupálódott. Korábban olyan... Olyan mi? Hát, elég nehéz személyiség voltál fiatalon. Most viszont már rendben van. Az elmúlt pár év során megtanult két lábbal járni a földön. Sokat segített az eddigi pályafutásom. Nagyszerű emberekkel találkoztam, akiktől rengeteget tanultam. Bevezettek a futball világába, és az életről is megtudtam ezt a... A testvérek bíznak benne, hogy a Zvezda elleni vereség csak egy botlás volt, és hogy a Fradi nem engedi ki a kezéből a H-csoportot. Ehhez az első lépést most csütörtökön kell megtenni, amikor a szerbek Budapestre látogatnak. Szoros kapcsolat van a játékosok között, ami ebben a szezonban különösen látszik. Jobban menedzseljük a mérkőzéseket, és érettebbek vagyunk, mint tavaly. Az összpontosítással nincs gond, és készen állunk a folytatásra. Tudjuk, mi a dolgunk. És a tetrekészség támogatója a Telekom.